Hellóztok! Köszöntök mindenkit itt a Magyar Kerékpáros Klub Így Kezd Bringázni webinár sorozat tulajdonképpen trilógia második részében. A bejelentkezést Zoomon tudjátok figyelni, ahol persze regisztrálni kell. Még lehet, tehát még nem teltünk meg. A Zoom linket megtaláljátok az Így Kezd Bringázni Facebook esemény alatt egy linkben, és ha beregisztráltok, akkor még képzeljétek el, hogy 10-10 darab fél éves és éves MOL Bubi bérletet, tudjátok, a közösségi, budapesti közösségi bringa használati bérletet sorsolunk ki. Köszi BKK, hogy feldobtad, nagyon menő ajándék. Tehát most vagyunk a második résznél. Az előző részben, az első részben Tamás haverom már beszélt egy jó városi bringa műszaki adottságairól, paramétereiről, miért érdemes venni, hogy érdemes beállítani. Egy, hogy én nem is értek hozzá, kettő, hogy én inkább azért vagyok most itt, hogy abban egy kis kezdőcsomagot adjak nektek, hogyha már elhatároztátok, hogy mint városi közlekedési alternatíva a bringátra is fölpattantok, akkor mire érdemes így az elején figyelni. Jó magam egy olyan 15 éve rovom a várost biciklin, nekem baromira bejött, nézzétek meg, milyen boldog vagyok. Mindig odaérek, semmi nagy baj nem ért, úgyhogy azért van egy pár olyan praktika, amit most elmondok nektek, ami megkönnyíti és még kényelmesebbé teszi ezt az amúgy hiperkényelmes cuccot, a biciklit. Egy ilyen nagyon, azt mondom, hogy az én szemszögemből túl felszerelt biciklivel mutatom be ezeket a dolgokat. Ezen most minden van, ami szemszájnak ingere, és ami, mint mondtam, nagyon megkönnyíti a dolgot. Először azzal kezdeném egyébként, sőt, még visszatérek erre a zoomos dologra, hogy ha zoomban vagytok bejelentkezve, akkor itt most élőben fel tudjátok tenni a kérdéseket cseten keresztül, amire az utcsó 20 percben nagyjából egy órát fogok dumálni, bár nem indult el az óra, egy órát fogok dumálni, és az utcsó 20 percben remélem lesz rá időm, hogy, és remélem meg is tudom válaszolni a kérdéseiteket, úgyhogy nyugodtan cseteljétek be. Facebookon is streamingeljük ezt a gyönyörű bejelentkezést, de ott sajnos nem tudtok kérdéseket feltenni, hogy iparkodjatok rá a Zoomra, és ott pedig welcome a kérdéseitekkel. Kapok segítséget, majd beolvassák a szuper kérdéseket a chatről, és én pedig remélem, hogy tudok rá válaszolni. A legelső, amit így mondanék, hogy ha már ilyen városi közlekedésre, mint alternatíva kiválasztottátok, sőt elszántátok magatokat a biciklivel, akkor tök érdemes egy kicsit erre így ráhangolódni. Ezt úgy értem, hogy mondjuk ne a életetek legfontosabb munkahelyi meetingjére első nap induljatok el bringával, mert tudja, hogy akkor fog felrobbanni a bringa út, vagy nem tudom, vagy eltévedtek, vagy mit tudom én. Tehát nyugodtan hagyjatok annak időt, hogy szabad idő, amikor már megvan a szuper bringa, a használt, vagy beállított, vagy vadi új, amikor ez már a feneketek alatt van, akkor hagyjatok arra időt, egy pár napot, pár délután, egy kicsit cserkészétek be a környéketeket, például érdemes elbringázni a munkahelyetekig, vagy ahol bevásárolni szoktatok, arra is nagyon alkalmas a bringa, vagy a gyerek óvodájához, vagy a haverhoz, egy kicsit nézzétek át a környéket, úgy, hogy nem feszély ez a menetidő, hogy mikorra kell beérni. Ez nagy lazaságot ad majd akkor, amikor reggel hétre be kell érni a munkahelyre, mert különben óriási botrány lesz, tehát sokkal lazábban oda tudtok majd érni, hogyha már kicsit ismeritek a terepet. Ez tényleg egy jó szórakozás is, megismerni egy kicsit a várost ebből a nyerek szemszögből, illetve egy kicsit ráéreztek, hogy hol mennek az autók, merre mennek a bringa utak, hol érdemes jobbra fordulni, hol lesz a legmeredekebb emelkedő, hol kell húzni a féket majd lefelé. Van idő, nem kell holnaptól a város legnagyobb cowboyának lenni, elég majd egy hét múlva, amikor már egy kicsit magabiztosabbak vagytok. Becserkésztek a környéket, tehát meg akarjátok találni a legjobb, legrövidebb vagy legpraktikusabb útvonalat. Egyébként ebben a Magyar Kerékpáros Klub kisokosa az interneten nagyon sokat tud segíteni. Baromi jó térképek vannak fönn, nyilván bringás fókuszú térképek, amik a bringásoknak nagyon hasznosak. Nyugodtan forgassátok ezt a kisokost, mert tényleg a városi bringázáshoz tök jó tanácsok vannak benne. Például a Crest is jól kimazsolázzák, ami a bringásokra nagyon vonatkozó részek. Azt megtaláljátok, és tudtok mazsolázni. Nekik is tehettek föl kérdéseket, itt nekem is majd a óra folyamán, hogyha felmerül valami olyan. Ez a trilógia, ez még csak a második rész, jövő héten jelentkezünk a harmadik résszel.
oda is gyűjthettek kérdéseket, ugyanis ott nem csak én leszek, hanem Tamás, aki az első előadást tartotta a műszaki dolgokról, ketten állunk majd szembe veletek, és ha most merül föl kérdés, sőt, még ha Tamásnak nem tettetek föl múlt héten kérdéseket, az is jöhet a harmadik bejelentkezésre, mindent meg fogunk válaszolni, amit csak tudunk. Felszerelések, kiegészítők, eszközök, ruházat, ez ma a téma itt nálam. Kezdj után azzal, hogy miért már elkezdesz kerékpárral a városban közlekedni, nyilvánvaló, hogy a cuccaidat magaddal kell vinni. Az autóba csak magad mellé raktad eddig, a buszon vitted a szatyorba, vagy nem tudom. Ugye ezek a dolgok megoldhatók, a bringán is mindenre van megoldás. És én újra kosgattam most itt össze ezen a bringán a dolgokat. Jó magam, egy egyszerűbb felszereltséggel megyek, de már van tapasztalatom, tudom, hogy mitől tartsak, mitől ne útközben. Egy ilyen kezdőcsomaggal szerintem nem nagyon tudsz zavarba jönni. A első és legfontosabb, kérem szépen, hogyha már megvan a jó kis paripád, ami még fel is újítottál esetleg, vagy egy régi jó kis bringa, vagy egy vadi új, akkor ez a bringa maradjon is meg egy városba. Nem érdemes ezt az egész feelinget elrontani egy hitvány lakat használatával, amit mondjuk egy körömollóval el lehet vágni. Tehát, hogyha már kerékpára mész, azt valahol hagynod kell, hogyha bemész a boltba, megérkeztél a munkahelyedre, és mondjuk nincs tuti bringatároló. Nyilván akkor a lakat az egy nagyon fontos dolog. Lakat, vannak a vázra rakható lakatok, szerintem ez egy baromi praktikus tárolóhely a biciklin, illetve van egy ilyen jó kis zsák, vagy a kosár, ez is mindent lehet belepakolni. Igazándiból lehet mind a kettőt is alkalmazni, mert nagyon kis szuper. A kosár elől az talán, azt mondom, hogy van egy limitje, amit majd megérzel, hogy egy 18,9 kilót beleraksz, az már egy kicsit úgy a kormányt húzogatja. Idén inkább ilyen kisebb dolgokat raknék, mit tudom én, a könnyű hátizsák, a női táska, a telefon, a kulacs, ilyeneket. Tehát, hogyha aztán elmegyünk egy 50 kilós görög dinnyéért, az nem biztos, hogy jó, hogyha előre rakjuk, mert akkor a kormányzást talán nehezíti. Egyébként most már nagyon könnyen megszerezhető egy csomagtartóra rakható zsák, amik szerintem azért baromi jók, mert ugye bár most már laptop is egy mindennap használatos eszköz, ezek a zsákok már úgy vannak kitalálva, hogy ezeket is kiválóan lehet bennük tárolni. Ide is berakhatsz egy laptopot, de akkor inkább csak egy olyan egyperces utat menj, nehogy aztán egy bukkanónál kireppenjen belőle. És látjátok, ez a táska például extra menő néz ki, bár én mondjuk egy halálfejes mintázatút választanék magamnak, hogy keménynek nézzek ki, de ezek is aranyosak. Sőt, hogyha megérkeztünk az adott helyre, akkor már is egy baromi kényelmes táska lesz belőle. Még olyanra is figyeltek, kézzétek, hogy a felcsatoló rész még eltűnik. És akkor, amikor megkérdezik, hogy bringás táska, még azt is mondhatod, hogy á, dehogyis, hát ez egy sima, normál táska. És ezt most jó megtömtem minden olyannal, és látjátok, azért nem nyúlik meg a kezem, mint egy gibbon, nem olyan nehéz, de tök sok minden van benne. Majd megmutatom mi. Most belenézhettek a személyes titkaimba is. Persze az igyekeztem úgy pakolni, hogy nem mindent lássatok. Tehát a lakat, az lehet úgynevezett szóstok lakat, ezt én nagyon szeretem, nagyon praktikusan elfér, viszonylag nagy lezáró felületre rakható, akár egy fához. Lakatolásnál figyeljetek, hogyha olyan a bringátok, bár ez Tamás szerintem mondta, hogy gyors záras a kerék, ami egy mozdulattal kiszedhető, akkor a kereket, legalább az elsőt, mert a hátsót mindig nehezebb kiszedni, az elsőt és a vázat összekötve lakatoljatok, és akkor nem kell egy keréken hazamenni délután. Egyébként nem ilyen veszélyes ez, csak abban szeretnék segíteni, hogy egy ilyen nüansznyi hiba miatt ne veszítsd el a bringád, vagy legalább az első kerekét. Tehát jó zár és okos lakatolás, ez a nagyon jó praktika a városban. És a zárak közül az a szóstok, ezt én nagyon bírom, így befér, kérem szépen. Sőt, ha mondjuk nem akarod annyira vázon vinni, akkor ezek már ilyen, nem is kell csavaroznod, ezek tépőzárral is megoldhatók. És mindösszesen egy ekkora, nem túl nagy súlyú valami, mert a kosárba, mert a táskába, mert a hátizsákba.
Egyébként én mondjuk a hátizsákot szeretem, abból is érdemes mindig olyat választani, egy az, ami könnyű. Ezekben is már mind van laptop tartó, ilyesmi, tehát már azért profin vannak felszerelve, nem csak egy nagy luk az egész. Szeretem az olyat, aminek van egy ilyen kis mell szorítója, ami azért jó, mert nyilván a kerékpár egy viszonylag aktív mozgás, kiállsz a nyerekből, leállsz, visszaállsz, és akkor nem mozog, halál kényelmes. Ám bátor ilyenkor jön az, hogy amitől mindenki tart, az izzadás például. Ha zsákod van, akkor szerintem egy kicsit jobban fogsz izzadni, hát vizes is egy kicsit, hogy engem mondjuk annyira nem zavar, nem olyan helyen dolgozom, megbüdösödöm, de hogyha ezt el akarod kerülni, akkor marha jók ezek a zsákok, ugyanis hogyha szabad a felület, akkor gyönyörűen le tudsz hűlni. Nyilván nem kell 45-tel kerékpározni, egy kényelmes 15-20-as tempóval, tényleg higgyétek, hogy nem olyan gáz a megizzadás, ha jó helyen vannak tárolva a dolgaid, nem pedig a hátadon cipeled. A kosár, amit mondtam, annak igazándiból súlyhatára van, ami ad egy limitet. Tehát, hogy nem akkora szabadság, mint egy ilyen felcsatolható. Képzeljétek, hogy ez van két oldalasban is, tehát akár két oldalra is rakhatsz, ha mind a kettőt megtömöd, akkor viszont jöhet a 30 kilós dinnye, be fogja nyelni a dolgot. És akkor mindjárt megnézzük, hogy mik vannak még ott bent. Igazándiból ezek szoktak lenni a félelmek. Nagyon meg fogok izzadni. Rettenetesen meg fogok ázni. Kicsípi a szememet a szél. Ezek mind olyan dolgok, amik halálkönnyen kiküszöbölhetők. Én már is nem csípte ki a szememet a szél. A megizzadásról beszéltem, kiváló egy ilyen zsákkal, nem túl gyorsan tekerve, szerintem nem ér ez a dolog, és a zsák pedig a különböző első cuccaidat elnyelheti, amik akár végig ott lehetnek az alján, ezáltal mindig veled van a nagy záporba. Egyébként ez is fontos, hogy ha ezt az alternatívát választottad, a kerékpárt, hogy ezt is beveted néha, hogyha egy városban A-ból B-be el akarsz valami feladatot intézni, eljutni, tehát nem kikapcsolódás céljából biciklize, hanem városi közlekedés céljából, akkor ez is egy fontos dolog, hogy nem muszáj mindig. Tehát, hogyha tényleg reggel egyszer csak mínusz 40 fok lesz, akkor azért, mert van egy bringád, és városban szeretné bringázni, nyugodtan egy ilyen esetben, ha neked úgy praktikusabb, ülj vissza a kocsiba, szállj fel a buszra, ahogy szoktad, vagy gyalogolj. Tehát, hogy nem kell mindig ezt a... Szokott ez a kis ilyen feszülés lenni, hogy és hogyha a zongorát el kell vinni, akkor azt ne a bringával vitt, hanem hívj egy teherautót, és majd segít. Tehát, hogy nem kell mindig minden, amikor tényleg jól esik, úgyis be fogsz edződni, és rájössz, hogy mondjuk egy év után, vagy fél év után, nem is olyan durva az az eső, tehát hogy nem az történik, hogy ott a helyszínen végünk van, hanem szépen egy jacky megvéd, akár meg lehet várni egy zivatar végét, elő lehet kapni az esőponcsot. Ilyen cuccok egyébként már bármelyik bringaboltba kaphatók, tehát nem kell keresni túl sokáig. Tök jó kiegészítő kis dolgok vannak most már szinte mindenhol. Egy ekkora zsákba elfér, bármikor fölkapható, az eső végeztével visszacsomagolható. Nem zavar, nem kér enni, nem foglal helyet. Úgyhogy igazándiból van az a mondás, és ez tök igaz, hogy rossz idő nincs, csak rossz ruha. Ez egy elég elcsépelt mondás, de baromi igaz. Tehát, hogy én azt figyeltem ki a 15 év alatt, hogy ami az ablakból iszonyú rossz idő, az már a nyelekben nem is annyira rossz. Már látod a felhők között a lyukakat, hogy kikisütöget a nap, és már is vidámabban tekersz tovább. Az útvonaltervezéskor azt nézzük meg, használható, mondom, ezek a nagyon jó kis bringás térképek, amik a Kerékpáros Klub honlapján fönn vannak. Nagyjából úgy számolj, hogy szerintem egy 15 km per óra haladási átlagsebesség az tök reális bármilyen kerékpáros számára. Tehát, hogyha megvan, hogy a munkahelyed hány kilométerre van, 15 km per órával haladva, nagyjából be tudod lőni, hogy 30 perc, 43 perc vagy 51 perc kell bejutni mondjuk a munkahelyedre. Igazándiból ez a sarkos, mert ott kell időre menni, a többi az annyira nem nyomasztó, mint hogy vajon beérek-e 8-ra, vagy nem. Számolj úgy, hogyha 15 km per órával mész, és mondjuk 40 perc kell, akkor az első időben indulj el 50 percet hagyva magadnak, tehát 10 percet számolj rá,
Aztán majd ezt is megérzed idővel, hogy ez az idő egyre jobban javul, mint Michael Schumacher ideje. A végén rájössz, hogy a 40 percből fix 33-at tudsz csinálni, már is héttel jobb vagy, évről évre jobb és erősebb leszel, ebbe biztos lehetsz, a bringa az jó kis edzés. Így már nem lesz ez a stressz, hogy vajon beérek-e bringával, vagy nem. Egyébként mondjuk ilyen defekt, meg ilyesmi, az szerintem kevesebb százalékkal fordul elő, mint mondjuk az, hogy a busszal mész, és lezárják az utat. Vagy, hogy az autóddal mész, és ott pakolják a szekrényt 40 percen keresztül, és nem tudsz kerülni, mert nem tudsz onnan kijönni. Szerintem sokkal kiszámíthatóbb egy bringával, az mindig ugyanannyi. Tényleg nem tud olyan dolog történni, hogy neked egy ilyen óriási kitérőt kelljen tenni. Egyébként az útvonal tervezésnél azt is vett figyelembe, hogy nem csak egy útvonal lehet a biciklisnek, sokkal több alternatíva van, mint egy autósnak. Lehet kerülni, és itt visszatérek oda, amit mondtam, hagyj időt felfedezni, nézd meg egy ilyen hosszabb, kényelmesebb, autómentesebb útvonalat, mondjuk a munkahelyedig, vagy nézd meg a legrövidebbet, ami lehet, hogy egy kicsit zűrösebb, mert ott mennek a buszok, de van bringaút, vagy pedig, tehát nyugodtan az a lényeg, hogy hagyj erre időt. Nem kell rögtön belevágni a közepibe, kicsit melegedjébe, jöjj rá, hogy mik az előnyei ennek a dolognak. A kerékpáros kresszről igazándiból nincs mindenkinek jogsia, nyilván a kresszt tudni kell akkor is, hogyha. Ebben is nagyon sokat segít a kerékpáros klub kisokos. Gyönyörűen le vannak írva ezek a dolgok benne. És akkor tovább menve egy turkával a táskámba, már is a kiegészítők nyilván világítás egyértelmű. Jön az ősz, jön a tél, hamarabb lesz sötét, kell a lámpa. Kétféle ilyen világítási útvonal van, a látni és a látszani. Egy városban, a főutakon, az utakon nagyjából látszani kell, mert ott van közvilágítás. Ha meg olyan szakaszok vannak, sötétebb bringaút, ilyesmi, ott érdemes látni is, tehát egy erősebb fényű kell. Vannak olyan lámpák, amik már a kerékpárra rögzítve vannak, de nyugodtan a kis zsákodba hordhatod a kis te felcsatolhatós lámpáidat. Ebben a lámpákban én az elemesekben már azért nem hiszek, mert amikor lemerültek, akkor mindig elfelejtettem, hogy le kell menni a trafikba elemér, és ezért 3-5 napig sötétbe kellett menjek. Ezért inkább ezeket az USB-töltős lámpákat keresétek. Higgyétek el, sokkal jobb, lekapod, este fölrakod, úgyis fölrakod a telefont tölteni. Az eszköztöltési rutin mindenkinek megvan, egy újabb eszköz. Oké, megint egy újabb eszköz, amit tölteni kell, de biztosabb a siker. Az elem az elfelejtődhet simán, és akkor ugyanúgy este el kell menni, és akkor nem látszol. Mondjuk még akkor is a prizmáit segíthetnek, de USB-s lámpa az szerintem egy tök fontos dolog. Én azt venném, mik vannak még itt? Például van mokányabb lakat is, tehát hogy nem csak az a kis. Ha te nagyon biztonságos akarsz lenni, és elrettenteni már látványra is minden kerékpártól vagy, akkor láncot is ajánlom. Egyébként a láncok meg azért jobbak, mert sokkal több lehetőséget ad, hogyha mondjuk a közelben túl vastag az oszlop, vagy tényleg csak a 100 éves tölgyfa van, akkor a lánc az egy nagy szabadság. Cserébe jó, nehéz, viszont tényleg ránéz egy tolva, és inkább keres egy spirál lakattal lezárt biciklit, amit 3 másodperc alatt lop el, vagy veszi ki a kerekét. Tehát a lakat is megvan. Öltözet, aláöltözet, téli-nyári, iszonyú nagy a szórás, simán kiválasztható a neked megfelelő. A téli bringázás az már egy mokányabb rész, azt már a rutinosabbak vállalják, de én azt tudom mondani, hogy azt látom, hogy ha bármilyen évszakban rájössz a biciklire, városi közlekedésre használod, utána nagyon nehéz lesz vissza downgrade-elni magad az autózásra, meg a buszozásra, mert egyszerűen rájössz, hogy sokkal megbízhatóbban érsz oda, mindig azzal a fix idővel számolva, ami már rutinná vált, és talán még azt mondom, hogy inkább egy idő után megázol, de mégis bringával mész, aztán talán veszel egy még menőbb esőkabátot, a vége pedig már egy olyan esőkabát, ami nem csak, hogy lélegzik, tehát nem izzadsz bele, hanem tényleg minden lepereg róla. Egyébként a városi bringázás az nagyjából szerintem időintervallumra, az 1 óra az már egy nagyon külvárosból, nagyon belvárosba való út. Átlagosan szerintem várostól függően persze, 30-40 percekkel lehet számolni, vagy kevesebbekkel, ami valljuk be, hogy nem végzetes, ha mondjuk az ember egy kicsit megázik közben. Ugyanúgy
nem feltétlen kell kerékpáros nadrág, nem feltétlen kell párnázott nadrág, nem feltétlen kell a feszülős fölsők, bár én azokat nagyon szeretem, jó kis zsebei vannak, meg tényleg akkor úgy nézek ki, mint egy versenyző, de nyugodtan a hétköznapi cuccokba is lehet menni. Szerintem az a fontos, hogy hagyd a felsőtestet szabadul, ne légy olyan bolond, mint én, hogy ilyen hátizsákokkal jársz. Én, ha most kezdeném, de már elkéstem ezzel, akkor csomagtartós táskát hordanék, szerintem az a best a dolgokba. Kicsit néha ránézek a puskámra, hogy mikről beszéljek még, mert mindenről tudok beszélni. Nekem ilyen beszédbetegségem van, nagyon sokat beszélek. Itt van, kiegészítem, megvan a láncok lakatolás. Megvan, és akkor a ruházat is megvan. És ha már olyan rutinos vagy, hogy nem csak a munkába jársz a bringával, hanem bevásárolni, sőt, esetleg elmész a gyerkőcél is, aki nagyon kicsi, oviba, suliba, na az már egy másik szint. Azt mondom, hogy azt akkor kezd el igazán, amikor már kened vágod a biciklizés, tehát, hogy már nem jössz zavarba egy patkától, simán kerülöd az úthibát, barom jó gyerekülések vannak, sőt, ilyen gyerek utánfutók is. Én nekem is már több gyerkőc szocializálódott biciklin. Az első körbe kisgyerekekkel én mindenképp előre tenném. Nyilván nem minden bringa alkalmas arra, hogy egy első gyerekülés felszerelhető legyen, de ez is, tehát miért kéne, hogy ugyanez a bringám legyen örökre? Miért nem lehet, hogy amikor van már egy kisgyerekem, akkor egy másik vásztípusú bringát veszek? Tehát ezek sincsenek így kőbevésve. Sőt, az évek alatt lehet, hogy aztán rájössz, hogy te vastagabb gumit szereted, vagy a vékonyabbat, mert gyorsan akarsz menni, vagy ha gyerkőcet akarsz előretenni, akkor egy mély átlépésű vázat választasz. Tehát ez is marha jó a bringából, hogy nagyon könnyű váltani, nem egy óriási életminőség meghatározó dolog, hogyha az ember kerékpár típust vált. Mindig a megfelelő típus kell a megfelelő tevékenységre. Egyébként ez így ránézésre szerintem egy rohadt praktikus városi bringa. Ezen minden van, öregem. Sárvédő, hely a táskáknak, még egy ilyen telefonkiegészítő is van. Nekem sosem volt ilyen, bár nagyon praktikus. A kezdő időben nem jó, hogyha az ember menet közben nézegeti a térképet, meg fogadja az e-maileket. Ezek már olyan tokok, ez is már bárhol beszerezhető, már nem olyan nagy dolog egy ilyen telefontartóhoz így hozzájutni. Érinteni tudod vele, vízálló. Nekem egy problémám volt, most beleraktam, nem volt még ilyen, egyből nem tudtam, hogy hol a telefon, úgyhogy nehogy lenhagyd az utcán az első körben itt a telefont, mikor felmentél a munkahelyedre és bementél. Egyébként majd itt a trilógia harmadik részében majd beszabadulunk Tamás barátommal a városba, ahol különböző közlekedési helyzeteket is megnézünk. Tényleg érdemes forgatni a kisokost, a kerékpáros klubét, mert ők már évek óta gyűjtik ezeket az apró és nagyon fontos infókat, hogy mit, hogyan érdemes csinálni. Érdemes rájuk hallgatni, mert városi kerékpárosok. A kerékpárnál azért tényleg az fontos, hogy mire akarod használni. Tehát egy városi kerékpár az nem feltétlen lesz a legjobb hegyi túra kerékpár, és viszont ezért válasszuk külön ezt a dolgot. Vannak átmenetek, de nem kell erőltetni, hogy mindenhol megfeleljen. Most ebben az egész webinár sorozatban tulajdonképpen a városi bringázásra koncentrálunk, és azon belül próbálunk frankó dolgokat mondani. Kiegészítők között egyébként a felfedezésnek az egyik része, a városi bringázás felfedezésnek az egyik része, nyugodtan járjatok be bringaboltokba, kérdezzetek rá, miket javasolnak a városi bringázásokhoz. Tök jó cuccok vannak a porvédő masktól kezdve, amit egyébként én most használok a Covid para miatt is, és tök jó, hogy velem van, mert ezt is fel tudom kapni. Nagyon jó városi maszkok vannak, amik tényleg arra jók, hogyha olyan helyen kell átmenned, akár minden nap, mert minden nap mész a munkádba, ahol tényleg nagy a buszforgalom, ilyesmi, annyira nem kell betolni, nem 10 órát tartózkodik ott az ember, és ugye maszkot gyönyörűen, bár most nem hallani, hogy mit mondok, de kiválóan szűri a iszonyú kis részecskéket is. De ezeket is úgy keressétek, hogy a városi maszkok, tehát ebbe is tudnak a bringaboltokba segíteni. Akkor most már olyan jó kis dolgok van. Nézzétek meg ezt a csajszi kesztyűt. Szerintem pazar. Tehát, hogy a kerékpározás már nem azt jelenti, hogy rettenetes sportolóként kell kinézni, hanem iszonyú kultúráltan, nagyon elegánsan lehet megjelenni.
Egyébként ezt sokszor hallom, hogy de érek a munkahelyemre, és megizzadok. Igen, de valahogy így megizzadnak a hollandok, a dánok, az angolok, sőt, a világ összes embere képes az izzadásra. Ez nagyon könnyen kiküszöbölhető, mondom, a kiválasztott sebességgel. Most nincs olyan kánikula, nincs hideg se, de hogyha egy ilyen 20-30 fokos időbe 15-ös átlaggal kerékpározol, akkor mondjam azt, hogy hűt az ellenszél. Tényleg néha kevésbé izzadsz meg, mint a tömegközlekedésen, ahol esetleg mondjuk épp nem megy a légkondi. Jó, nyilván egy autónak a légkondi a verhetetlen, de azt ne feledd el, hogy amikor megérkeztél mondjuk a munkahelyedre a légkondis autóval, azt az autót még hagynod kell valahol, úgyhogy rá kell számoljál még 10-20 percet. Még ha egy kicsit megizzadva is megérkezel a vassal, azt rögtön a bejáratnál tudod a szuperlakatokkal rögzíteni, és megvagy. Tehát mi történt? Megint nyertél 10 percet, vagy 15-öt. Nem beszélve a stresszről, amit nem tudom milyen mértékegységbe mérnek, szívritmus zavaró nyomaték, vagy nem tudom. Tehát nagy szabadságot tud adni az, hogy ezt a vasat, én úgy szoktam fogalmazni, hogy ajtótól ajtóig tudsz vele menni. Ugyanígy egyébként még lehet gond a felcsapódó sárvíz. Sárvédő, kérem szépen, kaphatók, cipőre, kamáslik. Tehát tényleg akkora a választék már, egy kicsit utána kell járni, de szerintem meg tudod venni az összes olyan cuccot, ami ezeket a komfortparákat legyőzik, ezt, hogy mi lesz, ha? Mi lesz, ha megázol? Mi lesz, ha nagyon fúj a szél? Mi lesz, ha hideg lesz? Egyébként az év 365 napjából én azt mondom, hogy szerintem 50-70 napnál többet nincs igazán tré idő, a többi az tök oké. Okay. Ráadásul a hideg, az szerintem kevésbé ellenfél, mint a meleg. A hidegben egy az, hogy mozgunk, tehát tényleg észreveszitek majd, hogyha túlöltöztök, akkor az rosszabb a hidegbe, mintha alulöltöztök, ugyanis nagyon hamar bemelegedtek. Esetleg egyre kell vigyázni, hogy ha rossz az öltözet, akkor nagyon megizzadsz, és akkor az a hidegbe valóban nem jó. De attól sem kell megőrülni. Illetve, amit a legelején is mondtam, hogy ez nem azt jelenti, hogy mind a 365 napot biciklin kell tölteni, bár én úgy töltöm, mert most már nem tud annyira megáztatni az eső, már annyiszor megáztam, hogy tényleg nyugodtan válaszd a kellemes időt. Ha már az évnek a 20%-át biciklivel mozogva töltötted, a városi ügyeidet intézve, akkor már rengeteg napot töltöttél, úgyis már egy csomó könnyedség volt az életbe ezzel kapcsolatban. Mit mondjak még, ami nagyon fontos? Műszakilag is belemennék valamennyire, de mint mondtam, én annyira nem értek hozzá, mint Tamás barátom, de ez is egy akkora széles szórása van. Én mindig azt mondom, hogy mi a jó üléspozíció, mi a jó méret, az, ami kényelmes neked, és amikor elkezded ezt a városi bringázás felfedezését, amit az elején is mondtam, akkor érdemes ezt is akkor így kitalálgatni. Rájössz, hogy túl magasan ülsz, tedd egy kicsit lejjebb, próbáld ki úgy. Lehet, hogy túl mély, nem jó az emelkedő. Van idő, tehát nem kell, nem az, hogy eldördül a startpisztoly, és akkor onnantól kezdve biciklivel kell járja mindenhova. Nem. Ez egy alternatíva, amit használj ki maximálisan, ahogy jól esik. Úgyis meg fogsz fertőződni, és úgyis egyre ritkábban fogod letenni a bringát, mert hogy tényleg praktikusabb, gyorsabb és hatásosabb. Hogyha közben van már kérdések, jöhetnek, az utcsó 10-20 percben fogunk rátérni a válaszokra, de ha már van olyan, ami már annyira feszít, hogy már iszonyúan mondanád, hát írd meg, és akkor már most tudok rá válaszolni. Mondom, a harmadik adás is érdekes lehet, mert akkor mintegy összefoglaljuk az egészet, az jövő héten lesz, és akkor is özönölhetnek a kérdések felénk. Igazándiból, ami még nagyon fontos, hogy erre is már kitértem, de még egy kicsit úgy csámcsognék rajta, ezek az útvonal alternatívák, tényleg meg tudod választani a te habitusodnak megfelelő. Tehát lehet menni a forgalom közepén a kocsisorokkal villámgyorsan, de lehet egy kis kerülővel is 10 percet rászámolva egy kellemes, forgalmatlan, hűvös vagy éppen meleg utcán hasítani. Kerékpár ebben is nagy haver, hogy lehetőséget ad arra, hogy változtassa megszokott útvonalon. Az én tapasztalatom az, hogy amióta kerékpárral intézem az ügyeim, sokkal kevésbé kések el.
jó, amúgy nyilván egy rest fickó voltam kiskoromban is, nem figyeltem az órát, de biciklivel meg nagyon nem is kell, tehát pontosan tudom, hogy oda 20 perc odaérni, és csak akkor lesz 25, hogyha találkoztam a Ferivel, és 5 percet beszélgettem, mert annyira jó a vele. Egyébként ez tök jó még a városi közlekedésben, hogy egy újabb világ nyílik meg. Hidd el nekem, hogy annyi sok ismerősen fogsz találkozni, akivel, mivel mondjuk kocsival jártál, vagy mindig azzal a buszjártal sose találkoztál, és egyszer csak ott fogsz szembe kerékpározni, ez is ilyen tapasztalat. Baromi jó közösségi élet folyik az utakon kerékpáros részről. Szerszámok. Én azt mondom, hogy amíg nem vagy igazán, nem most azt mondom, hogy profi, de amíg nem cseréltél, mondjuk defektet nem szereltél, addig nem érdemes nagyon vinni defektszereléses szerszámokat, mert lehet, hogy csak az lesz, hogy ott fogsz egy órán keresztül guggolni, már tiszta olaj leszel, és már kivágtad a belsőt. Szóval a szerszámokkal várj még azzal is. Simán nagyon jók is lehetőségek vannak, ilyen bike kitchen, ilyen oktató közösségek, akik szívesen megmutatják a addig hozzá nem értőknek azt, hogy hogy kell egy az alapszereléseket megcsinálni. Nyilván nem fogják azt, nem érdemes annak neki feszülni, hogy kell egy vázat hegeszteni, az sok év munkája, de az ilyen apróbb szereléseket meg lehet tanulni, de addig szerintem ne annyira vágjunk bele, és ne pakoljuk tele szerszámokkal a szupertáskánkat, amíg ebben nem vagyunk képbe, mert nem lesz jó. Egyébként, hogyha mondjuk lefingik a kerékpár menet közben, bármi olyan van, akkor még mindig vissza lehet szállni a buszra. El lehet szaladni. Lehet hívni egy taxit, vagy uram, bocsánat, bármilyen közösségi eszközt használni, a roller bicikli, ilyen közösségi bicikli, közösségi rollerre gondolok, amik valamelyik városban vannak, valamelyik városban nincsenek, ahol vannak, ott arra is át lehet pattani, tehát, hogy még az se jelent egy olyan dolgot, hogyha kap az ember egy defektet, hogy akkor kész onnantól kezdve kalap, kabát és vége az életnek. Azért nem is, mit mondjak, éves szinten két defektet kap az ember napi használattal, tehát hogyha nem minden nap használod, akkor két éves szinten egyet, tehát hogy a defekt az nem egy olyan fenyegető dolog, illetve már olyan pro gumik vannak külsők, bringabolt, minden ilyet bringaboltokba kérdezzetek, mert mindenhol segítenek. Olyan profi, ilyen defektvédelmes külsők vannak, hogy még azt a kevés esélyt is nulla felé tendálja, amikor kiukatottan persze, nyilván kiukad, van olyan, főleg amikor a Királydínje, ez a remek városi termés hullik, ezt képzeljétek olyan, mint egy ilyen ninja csillag, olyan a Királydínje, ez egy gaznövény, annyira durva, hogy a betonból is kinő, tehát nem kell neki nagyon szuper környezet, és olyan szemét ez a termése, ez kérlek szépen szeptember körül kezd el hullani, hogy akkor van olyan útvonal, ahol bizony ez a királydínje jön és lyukasztja a kereket, azt is aztán el lehet kerülni, meg nem biztos, hogy belekerülsz ebbe, de ez egy városi defekt forrás, a retteget királydínje, nem kell úgy megijedni egyébként tőle, de úgy különben defekt, nincs tele szilánkkal a város, a gumik erősek, tehát ez se egy fenyegető. Ha a bicikli műszakilag jó állapotban van, tehát már egy szerelő átnézte és rámondta, hogy jó, akkor attól se kell tartani, hogy közben elszakad a lánc, kirobban a hajtómű, letörik a nyereg. Nem lesznek ilyenek. Ha lesznek, majd szóljatok, és akkor megbeszéljük, hogy miért volt ekkora pekhetek. De tényleg százalékosan nem mondanám, hogy engem napi szinten nyomasztott, hogy úristen, nem fogok odaérni, mert valami baj lesz a biciklivel. Nem volt, pedig nagyon jó szerelek is, de nem kellett nagyon használni a dolgot. Aj, de jó ez a bringa, lehet, hogy átnyergelek egy ilyenre, mert nekem az a baj, hogy se csomagtartóm sincs, aztán néha nehéz a felső. Olyan szépen fel lehet szerint. Látjátok, hogy minden a helyén, most beúzom, hogy azért jobban nézzen ki, de szerintem például ez úri embereknek is van ilyen táska. Én már láttam olyat is, ami tripla betétes szivacsal, komolyan mondom, a hátra ugratásnál is megvédi a laptopot a töréstől, tehát, hogy egyáltalán tök jó biztonságban. Nincs veszélyesebb helyzetben egy ilyen táska, mint hogyha jobb belül van az autóülésem, mert egy satúféknél az is lerepülhet. Tehát, hogy mindenre megvan a lehetőség, vagy az esély. Na, nagyjából ilyesmit adnék ilyen kezdőcsomagnak. És mondom, ez baromi fontos, hogy ne holnap legyél már a város legdurvább cowboya, mert ráérünk arra, még az leszel majd idővel, csak hogy így melegedj rá nyugodtan. Szokj el össze a pacival,
lehet, hogy rájössz, hogy a szürke nem is tetszik, hanem kékkel, akkor majd vegyél egy kéket. A nyereg is lehet, hogy kényelmetlen lesz, aztán mégis átcseréled. Attól se kell megijedni, mert minden feneket egy kicsit feltűr az elején a nyereg. Tehát, hogy képzeld, hogy ez az izmod azért nincs annyira igénybe véve, és elkezdesz biciklizni, akkor igénybe lesz, de iszonyú hamar edződik, tehát a fenékizom az rettenetesen gyorsan felveszi a tempót, nem kell megijedni attól se, hogy mi lesz. Illetve lehet puhább nyeregre cserélni, stb. Nagyon könnyű változtatni a dolgokon a biciklin, könnyebb, mint egy autón, hogyha ott beválasztottál valamit, és mégse tetszik, az nem olyan könnyű megváltoztatni. Egy biciklin át lehet cserélni egy csomó mindent. Nem beszéltem például arról, de azért nem, mert nekem minden gatyám le van vágva, vagy rövid, vagy télen rövid gatya alá ilyen tapinacit veszek, ami nagyon meleg, de hogyha te nem szeretnél ilyen kretén dolgokat felvenni, akkor mint nagyapám még csipesszel rakta össze a gatyát, vagy csiptette össze, de most már van fényvisszaverős, nagyon szép nadrág lefogók, tehát igazándiból minden ilyen gyanúsnak tűnő kényelmetlenségre manapság már van városi kerékpáros megoldás. Tehát ezt már a nagyon rámentek a gyártó cégek arra, hogy minél komfortosabban érezzük magunkat a bringán. Bátran ruházzatok be, mert a komfort az nagyon fontos, és ha rájöttök, hogy és komfortosan érzitek magatokat a bringán, akkor aztán tietek a világ. Lassan kezdünk a kérdések időszakába érni, vagy azt mondanám, hogy már annyit dumáltam, mint egy gép. Van valami, nyugodtan lökjétek, itt állok készen. És ne felejtsétek, jövő héten folytatjuk a trilógiát, kimegyünk a városba Tamással, megfigyeljük a bringásokat, marhára köszönjük a Molbubi bérletfelajánlásokat, nyerjétek meg, mert akkor tudtok Pesten azzal is mocorogni. Nyugodtan. Hello, jött pár kérdés. Mondjátok. Többen kérdezték, hogy milyen típusú biciklit érdemes a városba használni, miért érdemes választani, illetve egy konkrét kérdés is érkezett, hogy tényleg sokkal nehezebb, vékonyabb kerékkel a városban közlekedni. Hogy könnyebb lehet vele esni esetleg, vagy hogy ezzel kapcsolatban mit gondolsz? Minél vékonyabb a kereked, annál gyorsabban száguldasz, viszont igaz, abban egy az, hogy sokkal nagyobb bárnyomás van. Egy ilyen szélességű gumiban kb. Mondjuk 3,5-5 bár van, még egy nagyon vékony országútiban akár 8-10, én azzal közlekedek, de megy, mint az állat, viszont tényleg kőkemény. Ott a patkákra figyelni kell. Ott a defekt forrás egy nagyon vékony guminál, az nagyobb, az úgynevezett felütéses defekt, amikor egy úthibába vagy egy patkát nem veszel észre, és belegázolsz, akkor ezek a vékony gumik hajlamosabbak a defektre, még az ilyen pufibb gumik simán kiküszöbölik ezt. Tehát amikor már egyszerűen már nem tudsz elég gyorsan venni a vastag gumival, de már tök rutinos vagy, akkor nyugodtan szerelj át egy vékonyabbat, meg fogsz őrülni milyen, de nem kényelmes, az már sportibb, ott már jobban kell tartani, de tényleg gyorsabban mész tőle, hogy milyen típusú kerékpár. Ezt ha úgy értitek, hogy milyen váztípus, milyen geometria, a vázas bringákkal szerintem egy olyan gond van, hogyha mondjuk én nagy ülepű nadrágba jár, de hogyha szűk, akkor az átszállás az nehezebb, nem beszél a szoknyákról. Tehát a mély átlépésű női váz, de ez milyen hülyeség, hogy női váz. Hát ilyen alakú, marra kényelmes átlépni azon, tehát ez nem kezdve, nincs női váz, meg férfi váz, úgy hívják, hogy női váz, de hogyha férfiként egy női vázzal mész, sokkal kényelmesebb lesz. Legfeljebb azt mondja, hogy úristen, női vázzal megy, de szerintem ez hülyeség. Hát alacsony átlépésű és magas átlépésű váz. Egyébként típusra nagyjából ugye a trekking az, ami szerintem a város a legjobb. A városi bringákban van egy olyan marhajuk, ezek a nagy holland bringák is, baromi kényelmesek, rohadt jól néznek ki, nagyon terhelhetők, iszonyú nehezek. Például, hogyha olyan helyen laksz, ahol akár csak az udvarig be kell vinni a körfolyosón 3 vagy 13 lépcsőt, azzal már azért, azt már föl kell kapni, az már mokány. Ezek a trekking biciklik, amikről én beszélek, az onnan ismerszik meg, hogy viszonylag nagy a kereke, hát most méretet mondok, úgyse marad meg annyira 27-es kerék, vékonyabb és ilyen sportosabb, nagy vékony. Az ilyen városi rombolók, figyelj, hogyha olyan
helyen élsz, ahol nem is akarod bevinni annyira a bringát az udvarba, vagy az utcán, mindig az utcán hagyod, mert ezt is lehet egy bicikli, a bicikli az iszonyú strapabíró. Akkor ezek a városi Amsterdam típusú, fogalmazzak úgy, ez a nagyvázas, kényelmes bringák, azok baromi kényelmesek, ki lehet hagyni az utcán, viszont olyan szempontból praktikátlanak, hogy nem mondom, nehéz lépcsőkön fölvinni, ilyenek meg alapvetően nehezek azok a bringák. Ez is egy olyan alapvita a bringásoknál. Elég könnyű az a bringát, most mit mondjuk, elég könnyű vagyok, innen leadnék 3 kilót, akkor nem kell a bicikliből levenni 3 kilót. Tehát, hogy egy bizonyos szint fölött már érdemes grammozni, de beraksz egy kulcsomót a zsebedbe, az 40 deka, akkor meg mit grammozol a biciklin? Marha drága a könnyű bringa, sokkal könnyebben sérül egy nagyon könnyű, nagyon vékony falu bringa. Egyébként én a trekking bringát javasolnám a városba, ez a ilyen hivatalos vagy szakmai megnevezése. Szerintem az gyors is, könnyű is, strapabíró is, illetve egy jó trekking bringán, egy városi trekking bringán olyan ilyen csavarhelyek vannak, amire fel tudod rögzíteni akár a kosarat, akár az első, akár a hátsó csomagtartót, akár a sárvédőt, akár a láncvédőt, tehát mindent befogad. Egy ilyen vékony gumis, sportosabb bringa már olyan lesz, ha meglátod, hogy nem fél itt a sárvédő, már nem tudod felrakni előre a csomagtartót, mert nincs ott ilyen csavarnok, ilyen szem. Az sportbicikli inkább sportolásra, de városban is kiváló lehet használni. Én jó magam egy fixit használok, nem is tudok rárakni sárvédőt, ázik is a seggem, de én ezt választottam, mert én nagyon bírom, hogy nem kell vele műszakilag nagyon törődeni. Egyébként most már megjelentek a 20-as kerekük, az összecsukhatók, akkora a paletta már, hogy mindig azt vett figyelembe, szevasztok Rexik, mindig azt vett figyelembe, hogy jaj, de cukik a öreg Rexi. Nagyon. És na, hogy jaj, de cuki. Hogy nagyon széles a paletta. Nézd, hogy kocog. És nem kell elsőre rögtön azt a bringát megvenned, ami örök életedre lesz. Ne ruházz be egyből egy 500 millió dollárosra, mert akkor nehéz lesz abból kijönni, de mi van, hogyha aztán kiderül egy éven belül, hogy inkább mégis egy vékonyabb gumiút szeretni, akkor utána egy év múlva cseréld le azt, add el, használd be, vegyél. Tehát ez is egy egyszerűbben kezelhető, mint egy autó, amivel nem olyan könnyű megválni, és nem olyan könnyű újat szerezni. Hagyd ezt is így annyira nyitva, vagy hagyjátok ezt annyira nyitva, hogy kezdjetek el valami, és aztán rá kell érezni, hogy mi az, ami nektek kell. Valakinek így szeret ülni valaki, és nem tud rávenni, hogy így üljön. Úgyhogy ez is egy nyitott kérdés, és ez annyira jó bringából, hogy mindenféle van. Van a camping alakú is. És mondjuk, ami szerintem így perdöntő lehet, hogy mennyit mész vele így a városba. Tehát tényleg 20 kilométereket döngesz le, akkor jobb egy ilyen sportibb, de ha csak a belvárosban mozogsz, akkor meg simán javasolom az Amsterdam kényelmest. Nincs konkrét válaszom erre sajnos. De inkább az a válaszom, hogy nagyon széles a paletta. Próbálj ki mindent, rövid az élet. Ahhoz, hogy csak egyfajtát használj. Hogy az egyfajtát ki kéne választani. Sőt, egyébként aztán majd képben az, amikor az ember a városból egy kicsit ki akar mocorogni, és az gondolja, hogy de jó lenne ott a Balaton körül is menni egyet, ott kimenni a terepre egy kicsit. Arra már az Amsterdam nem lesz olyan jó. A vékony gumijú az tök szar lesz, és akkor egy ilyen trekking, mindig ezt a trekkinget mondom, de talán az a legszélesebb körben használható kerékpárfajta. Város, beton, sár, hegy, kavics, trekkingnek mindegy. Úgyhogy én azt keresném nyitásnak. És abból mondjuk, ha csaj lennék, akkor női vázas, tényleg. De hogyha fülnek, akkor is gondolkodnék egy női vázason, mert hogy tényleg kényelmesebb az átlépése. Városban, tudod, a városi kerékpározás az nem csak a haladásról szól, hanem a megállásról, a leszállásról, a lábletevésről, tehát tök más a használata. Egy sportkerékpárba becsatolsz, ott az út, azt addig mész, hogy lelemesel a végén a földnek. Ha lapos a föld, ezt nem tudjuk persze. A városi kerékpárban tényleg 8 percenként egy lámpa megállnak, le kell szállni, le kell érni a lábnak jobban, akkor utána letámasztani a kosár a szélén, tehát köszi szépen, közben érkeznek a kérdések még. No. A következő gyerekszállításra vonatkozik. Hány éves kortól érdemes vagy javaslod gyerkőcök szállítását biciklin, illetve hol elől, hát na csomag. Igen, és itt is fontos például az, hogy mennyire viszel a gyereket. Azért mondjuk egy 3-4 órát menni vele
ősszel az nem annyira praktikus. Tehát ha ilyen úgy fogalmazok, hogyha belátható elérési időn belül van az óvoda, mondjuk 15-23 perc, most csak mondtam valami nagyságrendileg, akkor érdemes a gyereket elkezdeni szállítani. Egész kiskorban baromira élvezik, ez az egyik, tehát tényleg akár el is alszanak rajta, stb. Szerintem én mondjuk mindegyiket két, amikor már ülni tud, ha már tud frankon ülni, akkor mehet, de mondom, az első gyerekülés a kezdés, amit hogy megijed mindenki, hogy úristen, itt fog ülni a gyerek, tök jó ki van találva az egész, tök jó, hogyha itt ül a gyerek, és tudsz vele beszélgetni, és nem a fenék dekoltázsodat nézi egy centiről hátul, nyilván egy bizonyos súly után hátra kell tenni. Tehát én azt mondom, hogy amikor két éves a gyerek, akkor már simán rakható, de előre. Ne hátra, mert el fog fáradni, nem tud kiborulni, mert tök jók a gyerekülések, illetve add meg neki azt a perspektívát, baromira fogja élvezni, hogy elől mindent lát. Hátul mondom, a köműves dekoltázsomat tudja nézni közelről. Tehát elől, hát most az, hogy egy két éves most 15 kiló, mert nagyra sikerült, vagy 7 kiló, az el fogja bírni. Nagyjából 20 kilóig bírják az elsők, és amikor már felpukkant már 20 fölé, akkor hátra kell tenni. Iszonyú menő gyerekülések vannak. Ne sajnáld rá a pénzt, mert tényleg az annyira izi, hogy nincs egy olyan gyerekülés. De van. Itt van, üljön rá egy vasdarabra. Szóval olyan jók, meg is kérik az árukat, de hogy mondjam, legalább évekig használod, aztán még tovább is lehet adni. Biztonságosak, mindenki be van tojva, hogy mi van, hogyha elesel. Semmi, kevesebbet fog neki fájni, mint neked, hogyha elestek a biciklire. Illetve tulajdonképpen hányszor este, mert talán egyszer vagy kétszer dőlt így fel, de méresnél sokkal körültekintőbben mész. Nyilván egy gyerekkel nem fogsz a villamosin nem menni, meg a kocsisorok közt, hanem megint visszatérve, megkeresed azt az alternatív útvonalat, ami a legnyugisabb. Tehát két éves kor kb. 15-20 kiló elől, és hátra aztán, hát szerintem ott megy 30 kilóig is, és már megvannak úgy sem a gyerekülések, hogy tök jó be vannak kapcsolva, van ilyen fejvédő is, bukót mindenképp rakjál rájuk. Egy az, hogy gyerekre nagyon érdemes, tehát hogy ha valami történt, talán ott történhet. Sőt, most már képzeljétek, olyan is van, mert talán ami még zavar elől egy két éves gyereket, az a szembeszél, de már vannak ilyen gumis szemüvek. Megőrülsz, milyen jó dolgok vannak. Nekem olyan volt, hogy az ilyen holland származású cucc, hogy egy komplett ilyen olyan esőponcsót lehetett, hogy ráúsztad, és csak a feje volt kint. Figyelj, szakadó esőbe lehetett vele menni, és mondom, iszonyan bírják a gyerekek a kerékpáros utazást. Kocsiban érted, látják a dugóba a kerekeket kb., mert mit látszott meg a teherautó oldalát. Itt meg egy imádják, én azt mondom. De akkor kezdje a gyereket szállítani, ha már te magad biztos vagy az úton, tehát ne nyitásnak rak fel egy gyerekülést, egy kicsit azzal is edz, illetve ugyanazt tudom mondani, mint a elkezdésének ennek a városi bringázásnak, ne rögtön óvodába rohanj vele, egy kicsit biciklizgess a parkban, a nyugis helyeken, egyébként garantálom, hogy rohadtul fogja élvezni, nagyon menő dolog. Elől azért jó, az elején lehet beszélgetni vele, tud kérdezni, ugyanis azt fogja csinálni végig, és kis rádió van itt előre szerelve. Hátul már neccesebb oda hátra nézegetni. Egyébként, ha mondjuk kényelmetlen elől, vagy például mondjuk a bringa olyan, erre se lehetne első gyerekülés szerelni, nem fér ide. Első gyerekülésre tényleg a széles kormányos női vázas biciklit javaslom. Egyébként gyerekszállításra a női vázas a jobb, megoldható ezzel is, csak hát gondolj bele, hogy amikor szállsz föl, akkor nehogy egy ilyen köríves legyen, a átszállóval sokkal jobb így felszállni a biciklire, de egyébként tudom, ez ilyen példa, majd biztos húzzák egyesek a szájukat, de tényleg nézd meg Amsterdamban, nem elég, hogy két gyerekül, még három kosár is van, és nem esnek el, vagy nem tudom, és nem hiszem, hogy jobb kerékpárosok, mint mondjuk egy debreceni anya, ugyanolyan, csak ő amsterdami anya. Tehát nem kettől úgy megijedni, de azért ne trafálj bele rögtön a közlekedésbe. És két évig első gyerekülés, sőt, van olyan, amik már ilyen szélvédője is van, van olyan márka, ilyen bomba dolgok vannak, csak körül kell nézni. Köszi szépen, közben jön még néhány más témájú kérdés is. No. Például a zenehallgatással kapcsolatban, hogy fülhallgatót talán életveszélyes lehet használni, és hogy van-e ötleted arra, hogy mivel nem zavarjuk a többi közlekedőt, de még lehet hallani a zenét, podcastot, vagy navigációt akár? Hát igazándiból az, hogy a többi közlekedőt
Nem zavarod, szerintem egy város az marha zajos, tehát egy, ha jó zenét raksz be, akkor még nem csak, hogy nem zavarod, szórakoztatod. Nagyon jó a kérdés, én jó magam sokat bömböltettem a fülembe a zenét, aztán egyszer van összetört, vagy nem tudom, és nem, és rájöttem, hogy marha jó hallani a forgalmas, tehát nem igazán jó dolog, ha annyira üvölt a fejeden a zene, hogy ahogy szereted, mert hallani bizony, akusztikusan is figyelünk a forgalom, nem csak vizuálisan. Én az ilyen bömbiket bírom, nem kell belőle az 1000 wattos, tudod, a kis bluetoothos hangfalak. Ide rakod, én azt azért szeretem, mert hogyha olyan helyen mész, ahol gyalogos közlekedés is van, mindenki felfigyel, látja, hogy jön egy biciklis, még félre is, nem kell hallgatni a csengőt. Figyelj, füles, azt nem jó, az tényleg lehet egy veszélyforrás, nem hallod, hogy dudálnak rád ilyenek. A fülest is lehet hallgatni, de azt nem bírod megállni, úgyis fölrakod csutkára. Úgyhogy inkább egy ilyen, vannak most ebből vízállók, ebből is százfajta van, én inkább ide raknék, vagy akár már ide is lehet rögzíteni, főleg, hogyha navigációt hallgatsz. Tehát egy ilyen bluetoothos mini hangfalt javaslok inkább, mint a fülest. Mondjuk a navigáció megint más, mert az nem üvölt folyamatosan a fejedbe, tehát azt még... Szerintem az a baj, hogy én például nem tudnám megállni, hogyha berakom a fülest, akkor ne rakjam 22-esre a hangerőt, az meg nem jó. Tehát az marha jó, hogyha tudsz figyelni akusztikusan. Gondolj be, egy szirénázó mentőt nem biztos, hogy hallasz, nem biztos, hogy hallod, hogyha rád dudál a ember jobbról, balról, nem biztos, hogy hallod a másik bringást, aki azt üvölt, hogy mit csinálsz? Úgyhogy a füles az, tudod mikor, hogyha erdőbe kerékpározol, túrázol, akkor szerintem mehet a füles, mert ott maximum a vaddisznó ugrik rád, de az úgyse szól előtte, amit meg kéne hallanod. Úgyhogy a bömbi, kis bömbike. Azt, hogy most azt a túlhangosra rakod, vagy túl brutál zenét játszol, akkor úgyis majd azt mondják, hogy fúj. De abból is lehet találni egy olyan átmeneti hangerőt, ami neked hallható. Ráadásul, hogy ide rakod, én azt kifejezetten van olyanom, itt már tök jó hallod, nem kell azt üvöltetni, és hallod mellette a dudát, hallod a város üvöltését is. Egyre jobb megoldás a bömbi, mint a füles. Köszi, és még a ruházattal kapcsolatban érkezett. Hogy jól nézek ki? Hát... Igen. Szerintem igen. A kérdés pedig az, hogy egyrészt télre milyen öltözéket javasolsz, másrészt, hogyha hosszabb út, tehát mondjuk távolabb lakik valaki a munkahelyétől, és nincs lehetősége átöltözni bent a munkahelyén, de farmerban nem tekerne 45 percet, bringás nadrág meg nem megfelelő munkahelyre, van-e bármi köztes megoldás? Lehet, hogy ebbe a kérdésben egy megoldás van, a váltóruha zsákba, tehát hogy tényleg farmerban ne teker nagyon hosszút, mert baromi kényelmetlen lesz. A bringát, a téli, ugye külön kell választani a télit, a nyárit, szerintem a legfontosabb, hogy a téliből, hogy lélegzőt vegyél, tehát illetve lélegző és aláöltözet. Az aláöltözet az azt jelenti, hogy alul van egy olyan réteg, ami az izzadságot átveszi, általában ilyen retteltes műszál első ránézés és tapintásra, egyébként nem tudom milyen anyag, biztos valami új vegyület, olyan nagyon vékony, és azt csinálja az aláöltözet, így keresztül, hogy kerékpáros aláöltözet, ami az izzadságot fogja, és kirakja ennek az aláöltözetnek a külsejére. Ha amikor beérsz a munkahelyedre, akkor megérzed, hogy te belül valójában száraz vagy, egy percen belül megszáradsz, kint viszont csuromvizes. Az, hogy ez, és akkor erre mehet, sose öltöz túl télen, próbáld ki, mert tényleg az, hogy a túlöltöző pulóver és még rá, akkor iszonyú hamar beizzadsz, és az sokkal rosszabb, mint fázni, de egyébként nem fázol, főleg, hogyha 30-40 percet tekersz, akkor a 7. percnél már bemelegedtél, tehát ne öltöz túl, ez baromi fontos, aláöltözeted legyen, ami az izzadságot kirakja, és mondjuk például nagyon jók a szélálló mellények, tehát a szélálló legyen. A mellényt azért mondom, mert a karod nem fog fázni az aláöltözetben, és tényleg higgyétek, hogy egészen durva minuszokig lehet biciklizni, mert mozogsz, tehát tényleg az van, hogy állandóan termeled a hőt, tehát a felső, tehát kívülről meg legyen lélegző, ami azt jelenti, hogy átengedi a levegőt, illetve nem, az, hogy kiengedi ilyen vibrafomos, vagy milyen anyag, de ezt is, hogyha kérdezitek szakboltokba, bicikliboltokba, kérjetek aláöltözetet és lélegző fölsőt. És a télinél szintén fontos, ha már télen is bringáztok, akkor nem vegyetek hátizsákot, mert az egész technikát tönketeszi azt, hogy tudna lélegezni ez a cucc, meg frankón szellőzne, de ha ráraksz egy hátizsákot, vége az egésznek, tehát akkor télen dob föl egy ilyet, hogyha sok cuccod van, és legyél szabadon.
és az aláöltözett alulra is igaz. Télen szerintem a legjobb, már csak a Juva miatt is, egy bringás, amiben van kantáros, amit én azért szeretek, már derekam sosincskin, és az alá tényleg, elmondom, a legdurább téli szerkum nekem az, hogy egy kantáros ilyen termó gatya, aminek ráadásul a térdében van egy ilyen betét, hogy a térdet se fázom meg. Erre én mindig rövid gatyát húzok, mert hogy te nem fázol, a gatya csak azért, hogy ne nézek úgy ki, mint a pókember, meg nincs zsebe, meg ilyenek a aláöltözetnek. Ez egy kantáros. Fölülre egy aláöltözet, ez a nagyon vékony, és arra valami még. Ez a három cucc, ez garantáltan elég. Oké, hogy a munkahelyeden elég furán fogsz kinézni, ha csak nem te vagy a pókember, de akkor megérkeztél. Hanem az van, hogy át lehet öltözni, tehát vagy tartasz a munkahelyeden egy olyan ruhát, vagy berakod ebbe, és jó, lehet egyébként olyan körülmény, olyan munkahelyen dolgozni, nem lehet átöltözni. Nem tudok már megoldást. Egyébként a menőbb helyeken még le is tudsz tusolni, illetve ha már vagytok hárman a munkahelyen, és azt mondjátok, hogy főnök, legyen már valami, ahol át tudok öltözni, és ha azt mondja, hogy nem, akkor szóljatok, de szerintem azt fogja mondani, hogy jogos az igény. Elfér itt, tehát nem kell ugyanabba végülni, sőt rossz is, amiben beérsz, főleg, hogyha sokat tekersz, amit mondtam, ez ilyenkor érvényes igazán. 10 perces útnál olyan nagy baj nem érhet. Úgyhogy technikai ruházat, úgy hívják ezt, kerékpára. Segítenek aláöltözet és szélálló fölé öltözet. És nózsák. Jött még egy kérdés az útvonal tervezéssel kapcsolatban, hogy milyen telefonra letölthető térképet ajánlanál. Magyar Kerékpáros Klub kisokosában nézzétek a honlapjukon. Megmondom őszintén, hogy én itt Budapesten közlekedek, és már minden utat ismerek. És amikor elkezdtem, akkor még nem voltak ilyen alkalmazások, hanem ilyen térkép. De van, tehát azért érdemes a Kerékpáros Klub cuccait olvasgatni, mert ők tényleg ezekre a kérésekre készülnek és készültek fel, és nekik szerintem van olyan applikáció. Egyébként azt én sem bírom, szóval néha így van, hogy a Google Mapbe beütsz egy bringás útvonalat, és akkor így nézek, hogy atya világ, hát ez miért küld el Texasig, amikor Blaháig megyek. Nem, az nem biztos, hogy up to date, az, de a Kerékpáros Klub kisokosában tudja, hogy van erre megoldás. Ha nincs, akkor szóljatok. Köszi, és még egy utolsó kérdésre szerintem van időnk, illetve ez egy komment, hogy a felcsatolható lámpákat úgy állítsuk be ideálisan, hogy az utat világítson, ne pedig a szemben jövő retináját semmisítse meg. Erről mit gondolsz, illetve hogy lehet, hogy érdemes beállítani álló pozícióban a biciklis lámpát? Tök jó komment, köszi, hogy mondtad, mert tényleg néha olyan brutál fényel jönnek szembe, tök jó látszanak meg minden, de tényleg nagyon el tud vakítani. Igazad van, mindenképpen egy kicsit lejjebb, és most már azért a lámpákat is úgy finomítják, kezdik finomítani, hogy van a extra brutál fát kettévágó fényerő, és van egy kicsit szolidabb is, tehát hogy be lehet azt választani, de valóban úgy, hogy tényleg az útra, és erre figyelj, hogyha ráadásul ilyen baromi erős lámpád van, amit ha megnézel, akár a tükörbe bevillantasz, és kirepült a szemed, akkor tényleg figyelj a szembejövő bringásokra, mert azok meg úgy el fognak fakulni, mint a pincs. Ez tök, hogy mondta valaki, mert ez tényleg ez egy élő probléma, hogy olyan bivajlámpák vannak már, hogy leesik a fejem. Abból is érdemes olyat keresni, amilyen vannak rajta fokozatok, mint a most már fejlámpákon is vannak, hogy nem a legbrutálabb. Egyébként meg tényleg az utat világítsa inkább. Akkor is látszik messziről, hogy villog, és nem vakítja el a szembe lévőt, ahol tud a bringa úton még Dembski oszlop is lehet, amit nem látsz a sötétbe. Baromi veszélyes. No. Ha végeztünk, akkor köszönöm a kérdéseket, köszönöm, hogy itt voltatok, és ne felejtsétek, hogy jövő héten még Tamással visszatérünk. Addig gyűjtsétek a kérdéseket, a Zoom-ba regisztráljatok, mert meg kell nyerni azt a 2x10 darab, 10 darab fél éves, 10 darab éves molbubi bérletet is. Én nem voltam elég nagy okos, úgyhogy Kerékpáros Klub kisokos. Az a űrön hagyott területeket be fogja tölteni, ebben biztos vagyok. Illetve tök jók abban, hogyha felvetsz olyan kérdést, amire nem tudnak válaszolni, akkor kikutatják, megkeresik, feldolgozzák, és majd megválaszolják ezt. Ezzel foglalkoznak prók. Sziasztok, köszönjük, hogy figyeltetek, nagy volt.